A kormányellenes tüntetések negyedik napján minden korábbinál többen vonultak az utcákra Libanonban. Már napközben több ezren gyülekeztek a Beirut központjában lévő téren. Az ellen tiltakoznak, hogy a kormány új adókat akar bevezetni a gazdasági válság miatt. Az emberek nem engedhetnék meg ezt maguknak. Nincsenek jó iskolák, nincs se áram, se vízellátás. Az emberek alapvető szükségleteit nem elégítik ki, panaszolta ez a tüntető. Már szombaton is tömegek tiltakoztak a libanoni fővárosban. Az emberek zászlókat lengetve a rezsim távozását követelték. A társadalom minden rétege képviselteti magát a tiltakozó megmozdulásokon. Érezhető itt az energia. Amikor látom, hogy minden vallás képviselői együtt vonulnak az utcára, az maga az energia. Szunniták, síták, keresztények és drúzok fognak most össze, magyarázta ez az aktivista. A tüntetők lemondásra szólítják fel a kormányt, mert az nem képes megfelelően kezelni a gazdasági válságot. A miniszterelnök várhatóan hétfőn mond beszédet. Ezt a határidőt szabta ugyanis minisztereinek a megoldás megtalálására. A jelentések szerint tucatnyi ember sérült meg a nyugtalanság kezdete óta.